Jó, szavaztok srácok, manipulatívat tud vagyok, ismételtem. Mint már tudhatjátok, érkezik a 10.2-es patch, ami azt jelenti, hogy a szezon 3 a Dragonflight-ban elkezdődik lassan. Ebben a videóban azt mutatom be, amit ez a hölgy is mutatott nekünk, hogy jön a 10.2, úristen, milyen újdonságok, stb. Na, tehát mindenféle apróságot nem fogok elmondani. Elmondom, amiket így főként kiemelnék, ami számomra is érdekes, és talán neked is. Az egyik az, hogy jön egy új zóna, az Emerald Dream. Természetesen ez insane, tehát ez nagyon komoly. Ez gyönyörű lesz ez a hely, szerintem nagyon adom. Imádom az összes ilyen Emerald Dream-es cuccokat. Szerintem ez nagyon el lesz találva, úgyhogy ez feltétlenül a legjobb lesz ever. Valamint ugye, mivel új zóna, ezért új questek lesznek, új reputációs hely lesz, ugye új outdoor contentek is lesznek, de hát ezt megszokhattátok már minden ilyen szezonban, hogy új sziget, új questek, stb. Ezt gondolom, nem kell bemutatni senkinek. És mivel új szezon, ezért új raid is érkezik. És mivel 9 boss van benne, ezért van egy sejtésem, amit majd a videó vége fele kezdek elmondani nektek. Most beszéljünk arról, hogy ez a 9 boss, ez milyen itemleveleket tartalmaz. Ugye szintén ugyanúgy 4 fajta fokozat van, LFR, normál és heroic és mythic. Ugye itt igazából ugyanazok az itemlevelek, ugye 489 a maxos itemlevel, amit el tudsz érni, és akkor 441-estől kezdődik az LFR szint. Ugye a 441-es szint az a szezon 2-höz képest ugye az ilyen egész jó gírnek számított, tehát úgymond ha 441-be vagy, akkor az LFR skippelheted például. Tehát a normál raid az mindenkinek kihívás lesz majd, hogyha fullos gírbe is vagy, a normálon már egyből jobb itemek esnek. Valamint érkeznek az új mythic plusz dungeonok is, amik nagyon insane-ek lesznek. Ugye ezeket itt láthatjátok, hogy mik fognak érkezni. Ugye a mega dungeon, a Dawn of the Infinite ketté lesz szedve, mint általában azt megszokhattuk például a Karazannál, vagy a Mehagonnál. Szóval igazából ez ugyanaz a dungeon lesz, csak ketté osztva, és ugye mythic plusz változatban. Valamint bekerül egy BFS dungeon, a Waycrest Manor, személy szerint én ezt nagyon várom. Nagyon nem szerettem annó, viszont az emlékek elég királyak, úgyhogy a Waycrest Manort azt szinte a legjobban várom. Valamint érkezik még a Dark Arc Ticket, hát ez igazából egy örök kedvenc nálam. Szóval ezt is nagyon várom. A Dark Arctic ez mindent visz. Nagyon-nagyon szeretem ezt az Emerald Dream-es hangulatot. Nagyon erős lesz a dungeon. Valamint Blackrock Hold, az Archimage Dream Dungeon. Ezt is várom igazából, szerintem ez is nagyon rendben lesz. Valamint kapunk még egy Warlords of the Draenor-os dungeon-t is. Ez a The Everbloom. Hát erről én nem tudok semmit körülbelül. Time Walking-ba voltam benne. Nem tudom, hogy mit lehet várni. Őszintén eléggé félelmetesnek tűnik. Úgyhogy majd amikor csinálom a guide videókat, akkor itt tudja, hogy félni fogok. Valamint kapunk még egy Cataclysm dungeon-t is. A Throne of Tides nevezett dungeon-t. Ettől félek, de nagyon csúnyán. Ugye ez a víz alatti dungeon, amit még talán csak Time Walking-ba láttak nagyon sokan, mint ahogy én is. De ez nagyon para lesz szerintem, ettől nagyon félek. Igazából csak az jut belőle szembe, hogy az Unbalance Dungeon. De reméljük, hogy itt már nem úgy fog lenni. Valamint kapunk még egy BFS Dungeon-t, az Ataldazart. Hát ezt nem kell bemutatni szerintem senkinek, aki úgy játszott már ugye az új generációs WoW-val. Ataldazar szerintem nagyon jó, nagyon gyors. Én nagyon szerettem ezt a dungeont, ezt várom vissza. Úgyhogy ezek lennének a mythic-ek. Nézzük az item leveleket. Ugye annyit kell tudni az item levelekről, hogy itt szintén ugyanúgy lesznek ezek az upgrade materiálok, mint például ugye a Whelping Crest, a VM Crest, meg az Aspect Crest, tehát ezek ugyanúgy a játékban lesznek. Ugye már egy videómban ugye bemutattam ezeket nagyjából, ez a Hogyan szerez lootot a WoW-ban című videómban bemutattam, majd a videó végén berakom klikkelési lehetőségnek, úgyhogy csekkoljátok le, hogyha lemaradtatok róla. Ugye itt ha megnézzük az item leveleket, akkor azért szokásosan tűnik a dolog, ugyanúgy a videóban ezt is ezeket is említettem, viszont ami érdekesnek számít az az, hogy 18-as kulcstól esik a mítikus gír. Tehát 18-as kulcsot kell tolni a Greater Vault-hoz, hogy megkapd a maximum itemleveles cuccot, ugye hogyha feltuningolod ugye az Aspect Crestből. Ugye ellentétben azzal, ami most van jelenleg, ugye a szezon 2-ben, ahol 16-os is elég volt ahhoz, hogy ugye maxos itemet így feltuningolgasd. Ezzel azt gondolom, hogy ő lassítani szeretnék a játékot, és valószínűleg ez nem csak az endgame-re vonatkozik, tehát nem csak arra vonatkozik, hogy a legeslegnagyobb itemet elért, hanem mondjuk valószínűleg az egyel kisebb itemet is, szóval úgy gondolom, hogy valószínűleg lassítani akarják a gírelődést. Azt is hozzá kell tenni, hogy mostantól nem úgy lesz, hogy ugye a hero item level az például 5-ből állt, az most 6-ból fog állni, a mythic upgrade-olás az pedig
három helyet már négyből áll, tehát mindenhez egyet hozzáadtak úgymond, tehát ezzel is így lassítani akarják a folyamatot valószínűleg. Jó, valamint ugye új kraftolási dolgok vannak, amik szintén csak item levelben fognak különbözni, meg nyilván jönnek új itemek, új ilyen statokkal rajta, ugye, stb. Ezt majd meglátjuk majd később. A jó hír az, hogy ugyanúgy elérhető lesz a maxos item level kraftolással, mint ahogyan a szezon 2-ben van, hát ez is nagyon ugyanolyan lesz. Úgyhogy szerintem ez egy jó dolog, alapvetően a crafting rendszer szerintem elég király, úgymond könnyen tudsz nagy item leveleket szerezni, úgyhogy ezt is nagyon adom. Valamint a játékba bekerül egy legendári fegyver, ennek a csávókának a fegyvere, ez egy kétkezes axe, hogy vajon mire lesz képes, arról fogalmam nincsen, de már úgy hívják az emberek, hogy az új Shadowman, úgyhogy meglátjuk, mit tud csinálni. Gondolom nagyon bitang lesz ez a fegyver. Ezt is várom szeretettel. Csak nem tudom, hogy a Mage-nek hol lesz fegyvere. Valamint srácok, ami szerintem az egyik legnagyobb upgrade lesz, az az, hogy bekerül egy Bravul, a PvP-sek most örülhetnek. Ez a Bravul elméletileg 88 lesz, és az lesz a neve, hogy Battleground Blitz. Erre egyedül be lehet joinolni, tehát szóló shuffle módba úgymond, és rendesen ranked rendszer alapján megy, tehát valószínűleg lesz raid benne, meg minden, és jól lehet farmolni majd a rated honorokat úgymond, tehát ez egy nagyon jó lehetőség lesz annak, aki nem akar így remade groupba találni groupot magának, meg ilyenek, és akkor csak bejoinol egyedül, és vereti neki, ezt én is használni fogom, szóval szerintem látni fogtok ilyen dolgokat a streamben, mert ez nagyon-nagyon komoly cucc. Nagyon nem szerettem azt, hogy gruppolni kell, és akkor ezek az egyvin, meg ilyen habiszti dumák, hogy bemegyünk csak egyvinre, nem értem, nincsen. Inkább így lehet egy kicsit jobban tolni neki, úgyhogy erre nagyon kíváncsi ezek, ezt nagyon várom ezt a részét a szezon 3-nak. Ugye ezeken kívül lesznek új szettitemek, lesz nagyon-nagyon sok millió dolog, új kosztümizáció, tehát látszik, hogy nagyon el van kapva most a Blizzard úgymond, és a WoW-ra nagyon fókuszálnak, nagyon sok minden újdonság jön, tényleg már szinte nem lehet számon tartani ezeket az újdonságokat, amiket kapunk mostanában. Ugye sokan tippelgetnek most, hogy mikor fog jönni a szezon vajon, meg ilyesmi. Szerintem BlizzConon fogják bejelenteni, tehát november 3-án lesz ugye a BlizzCon. Szerintem itt fogják bejelenteni, hogy mit tudom én, szerdától már van szezon 3, én ezt gondolom. Szerintem ezelőtti időpontban fölösleges szinte várni is rá. Alapvetően én november közepére satszoltam a dolgokat, ugye mivel lesz BlizzCon, én szerintem a BlizzConon bejelentik egy nagy durrantásnak még azt, hogy nagy gyerekek mehet a szezon 3, ami egy nagyon nagy esemény lesz. Úgyhogy ja, szerintem akkor fog megjönni, aztán majd meglátjuk. Úgyhogy én nagyon várom a szezon 3-at, szerintem nagyon-nagyon ütni fog, és ugye megígértem, hogy elmondok egy dolgot. Tehát ugye, mivel kapunk egy 9 bosszos raidet, ezért én úgy gondolom, hogy ez a raid lesz az utolsó raid, viszont nem az utolsó szezon. Ugye Shadowlands-ben emlékeztek, volt egy olyan helyzet, hogy a negyedik szezon az egy ilyen fated szezon volt, ez brand new volt, tehát ilyen nem nagyon volt előtte még. Ugye ebben a fated szezonban ugyanazokat a raideket kaptuk meg, mint amik elmúltak, tehát például ugye Shadowlands első, második, harmadik szezonában lévő raideket kaptuk meg, csak nagyobb item level-el. Tehát a raid az maga nem változott. Viszont ott már változtak a Mythic plus dungeon-ök, tehát én azt gondolom, hogy mivel kaptunk három nagyon nagy raidet, úgymond a Dragonflight-ba, ezért a negyedik szezon is szerintem egy fated szezon lesz, ahol visszamehetünk a régebbi raideket megölni nagyobb item levelért, és valamint kapni fogunk szerintem új dungeon-öket a szezon 4-ben. Úgyhogy nekem ez a jósatom a szezon 4-re, de persze a Blizzard meg tud lepni bárkit, úgyhogy ki tudja, mit hoz a jövő. Srácok, és még történt egy olyan dolog, hogy elértem az 1000 feliratkozót YouTube-on, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki követi a csatornát visszatérőként, és mindig nézi az aktuális videókat. Nektek nagyon nagy big up, srácok, köszönöm szépen mindenkinek. Továbbra is nyomom a videókat. Ha ez a videó tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és ha szeretnél további tartalmakat is látni, akkor iratkozz fel, hogy ne maradj le. Valamint csengőzzél, meg minden ilyesmit nyomass rá. Valamint, ha szeretnél élőben is találkozni velem úgymond, akkor ezeket a Twitch-en megteheted, leírásra megteheted a linket. A Twitch-en rendszeresen van stream, heti 3-szor kizárólag WoW streamek vannak nálam, úgyhogy gyertek nyugodtan, beszélgessünk, kérdezz, hogyha valamit szeretnél, szívesen segítek dolgban. Valamint van egy nagyon komoly Discord közösségünk, ami már veri az egeket, annyian vagyunk benne, hogy az nagyon csúnya. Hogyha úgy gondolod, hogy te egy normális ember vagy, akkor csatlakozz nyugodtan, link a leírásban szintén. Úgyhogy köszönöm, hogy megnézted a videót, remélem, hogy bejött,
és találkozunk legközelebb hétfőn. Hüssz!